Sziasztok! Ma LEGO Star Wars magazinok. Igen, magazinok. Nem egy, nem is kettő, hanem három. Giga Unboxing. Három darab régebbi magazin egybe. Vagy, ja nem, ez csak kettő van benne. Jé, de három figurával, úgyhogy itt kisporoltak valamit, ahogy nézem. Na mindegy, úgyis a figura a lényeg. De elvileg három magazinnak kéne lenni benne, nem kettőnek. Mennyi minden van itt. A pilótást spórolták ki. Mert ugye itt van a mandalóriai figura. Illetve a Rey és a BB-8 nevű droid. De ugye itt van egy ilyen Imperial Shuttle Pilot. Na. Jó kis Rey, meg a BB-8. És egy mandalóriai harcos. Bár először azt hittem, hogy Boba Fett ugye a zöld sisakjáról, úgyhogy érdekes, de neki nincs itt a magazinja. Na mindegy. Megnézzük a posztert elsődlegesen. Milyen jól néz ki. Veszedelem. Nézzük a másik. Milyen érdekesen össze van gyűrűnt, hogy ilyen vizes lett volna ez a magazin ugye gyűröttségéből. Régebbi magazinok összetarháva. Egy jó régebbi Ninja Go Floyd van hozzá, még a dzsungel szériás ott a képen. Ugye? Hát az már nem most volt. De így a másik poszter, a remény. Na, poszter oda. Nem tudom mikor lehetett ez a magazin, de Palpatint adták hozzá, hogy következőnek az jó lett volna. Hát ilyet, na mindegy. Első magazin pipa. Nézzük ennek a poszterét is. Na hol vagy, honnan ez a polyha? Aha, megvan-e. Hívd az ellenállást. Egyszer. Ehhez meg. Figyelem, és át van húzva a Clone Trooper. Akkor miért figyelem? Na mindegy. Ennek mi volt a végén? Sith Trooperes. Az megvan. Csak abból nem lesz videó, mert ezt már valamikor 2 évvel ezelőtti. Úgyhogy azért mondom, hogy ezek nem mostani magazinok. Csak ilyen régebbi. 2021-es, ja. 2021-es márciusi. Na mindegy. Nézzük, hát mondjuk ezekhez nem kell tutoriál, úgyhogy kezdjük szépen sorba. Mindjárt ezzel az Imperial pilótával. Ragad az a csúja. Aztán ennyi volt, már nincs is más. Egy arcú figura, he. Meg egy kis lézer pisztoly. Így mi. Na. Ilyen az Imperial pilótánk. Milyen kis lézer pisztolya van.
Egy arca, mondom, a sapkája miatt kapott csak egy arcot, nem tudná rejteni a másik felét. Na nézzük a Skywalker utódot. Hopp, itt még valami van, a beszorult. Na nézd, nem akar kijönni, de... Hú, hát a lényeg a lézerkor. De nézzük. Rejt. Na, viszont ő két arcot kapott. Van egy ilyen laza vigyorgó arc és egy ilyen komolyabb arc. Milyen jó haja van. És egy lézerkart hozzá. Nagyon komolyul kinéz. Illetve ez a droid. Na most ennek hogy kéne kinéznie? Hogy köbben valahogy így. Ja, mert ugye ez így gurulva közlekedett, hát ez nem tud gurulni sajnos. De egész jó. Na és akkor már csak a Mandalori harcosunk van. Csak simán a Mandalori. Elég érdekes, mert tényleg ilyen Boba Fett sisak, de se nem Mandó, se nem sima Mandalori harcos, se nem Bókatán. Az mi ez? O ember, ez izé. Hát egy csomó sisakhoz ilyen extra ilyen kütyű. Legalábbis ugye ami itt van így a fejénél. Hát itt azt nem... Nézzek, ő se kapott arcot! Szerintem legalább ennek van arca. Hát de nincsen. Hát ez mi ez te? Hát ez... Ja, még előbb a köpenye. A barna köpeny. Mindjárt szét is esik. Így mi? No name, fekete fej, de tényleg. És ugye egy sisak. Ó, illetve egy nagyobb sugárvető. És ugye ilyen bigyó, amit lehet a fején rakni, ilyen extra. Ugye az a kereső, vagy valami, amit így lehajtottak így maguk elé. Ez. Amit mondjuk ilyet hiányoltam a Mandalóris készletből is, ami nemrég került fel a csatornára. Ugye ezt így lehajtva, és akkor ugye ott ellátott jó messzire, és így. De amúgy milyen szuperül kinéz. És akkor ugye itt vannak még az ilyen többi, amit ugye eredetileg, hát most nem tudom, hogy van olyan, amit simán így föl lehet. Na várjunk, ha ezt leszedem. Na. Csak nem sikerül rá biggyeszteni. Így, tehát ugye ilyen is, hogy így nézzen ki. Csak akkor nem lehet rárakni ezt a kereső bigyót. De viszont jó, hogy adtak egy ilyen pakkot, mert van pár... Most már konkrétan összesen három ilyen Mandalori figurám. Mármint, hogy nem egyforma, viszont mindegyikre tudok rakni egy ilyen bigyót. Na, ez egész jó lett így. Ez a három cuccos. Úgyhogy
ennyi lett volna ez a Giga Unboxing. Ha tetszett, dobj egy lájkot, ha nem tetted, iratkozz fel, és nézd meg a többi videóm. Sziasztok!